A Zserbóházban lévő Hungarikon pódiumban mutatták be Hozdivatba az irodalmat visel verset címmel Viola Szandra új produkcióját. Szandra, neked nem ez az első eset, hogy a magyar irodalom fontosságára nem a hagyományos módon hívott fel a figyelmet. Korábban voltak verseid, amelyet a testedre és más testekre írtál, most valamilyen más módon próbálod felhívni a figyelmet. Amit most láthattunk, az a Viselj verset kampány második része volt. Az első alkalommal lemosható verstetoválásokat terveztem. Úgy érzem, hogy nagyon jól működtek ezek a verstetoválások, mint kiegészítők, illetve a fiatalok is, és az idősebb generáció is nagyon szerette. Tehát egy nap alatt az összeset megvásárolták, hál' Istennek a könyvhéten. És úgy gondoltam, hogy nem csak egy kiegészítő lehet, hanem egész ruhákat, ruhakölteményeket is érdemes ebben a logikában gondolkodva létrehozni, és így született meg ez a performance, ahol csodálatos színészek működtek közre, tehát az is nagyon sokat számított, hogy ők tolmácsolták ezeket a verseket, illetve Rakovics Luca Borbálával tudtunk közösen dolgoznunk, és az ő kezemunkáját dicséri, hogy ilyen valóságos ruhaköltemények születtek meg. Át a bölcsességen, mint a savafényen! Ezt kezdjük megszokni, hogy valahogy a kulturális menedzsmentben te egy új színfolt vagy, egészen új dolgokat találsz ki. Hogyan találsz ehhez partnereket, és mit szólnak ahhoz, amikor megkeresed őket? Úgy érzem, hogy hál' Istennek jó inspirátor, vagy inspirátorina vagyok. Azért múzsának nem nevezném magam, mert az valami más, de tulajdonképpen az szokott lenni, hogy én kitalálok valamit, amihez több ember kell, hát most egészen sok ember dolgozott itt, 8-10 színész, a tervezők, illetve Nagy Mónika Lea, aki pedig dramaturgiailag is segített ezt az előadást úgy összerakni, hogy a versek kapcsolódjanak egymáshoz, és tényleg már egy kis történetet meséljünk el. Úgy érzem, hogy mivel én magam lelkes vagyok, ezért másoknak is át tudom ezt adni. Kiknek a verseit válogattad ki, és milyen színészeket kértél a feladatra? Az egyik cím, amikor gondolkoztunk, hogy mi legyen az S címe, akkor az volt, hogy kötelezők divatban, tehát nagyon erőteljesen koncentráltunk az irodalom órán meglévő kötelező tananyagra is, a klasszikusokra, illetve nagyon jó átiratokat találtunk, például Laszkvi János és Vörös István idézet, ami tőlük merítettünk talán a legtöbbet, de például Varró Dániel vagy Orbán János Dénes sorait is felhasználtuk, és ezek mind ilyen szabad parafrázisok, átiratok. Ami kész van, a műdarab, földre nem hull a léptaka. Régi versszínházasoknak számítanak Lázár Balázs és Talján Marjan. Az előző alkalommal például Szantusz Barbara és Pindrox Csaba is velünk volt, de például Csaba most is maradt, illetve állandó szereplőink Hávarga Tamás és Sipos Judit. Korábban a táncot, a tánc performance-ot, azt Blaskó Borbálának köszönhettük, most pedig Nagy Csilla vitte ezt a produkciót, illetve ma este Petrik Andreát láthattuk új szereplőként. Létem, ha végleg leverült, kirettenti a keselyült. Azért fontos megjegyezni, hogy ez nem egy hagyományos színházi előadás, nem csak azért, mert például a divat bemutató elemeit ötvöztük a performanszal és a versszínházzal, hanem nagyon sok improvizációs lehetőséget kínál, sőt esetenként a versek és a szereplők is változnak. És azt éreztem, hogy az lenne a jó, hogyha olyanná tudna ez a performance válni, olyanná tudnánk mi válni, mint egy táj, ami mindig változik egy kicsit, de olyan kicsit változik, mint egy táj. Tehát ahogy jön a tavasz, vagy jönnek az évszakok, mindig egy picit más, de pont elég ahhoz, hogy rá tudjunk csodálkozni, és mégis fejlődik. Szóval úgy érzem, hogy valami ilyesmi célkitűzés van, hogy tovább tudjunk dolgozni ezen az előadáson, illetve performanszon. A hatalmas szerelemnek hátterében brit tudósok szerint biokémiai reakciók állnak. Thank you.